nagy örömünkre hosszú idő után visszatér az Én József Attila a Madách Színház színpadára, és ennek kapcsán olyan ismert emberekkel beszélgettem, akik nem csak a költőgéniusznak, de az előadásunknak is nagy rajongói. Milyen helyet kaptak József Attila versei az ön szívében? Nagyon nagy helyet, mert ha végig gondolom az életemet, akkor mindig is szerettem a költészetet, de József Attila foglal el a legnagyobb helyet az én tudatomban és az én szívemben. Ennek nagyon sok oka van. Egyrészt azért, mint orvos genetikus számára, ugye az ő csoda gyereksége, hogy 11 éves korában írja, hogy de szeretnék gazdag lenni. És honnan jön? A semmiből. József Attila nagy ismerőjeként nem voltak félelmei a darabbal kapcsolatban, amikor meghallotta, hogy zenés előadás készül az életéből? De voltak félelmek, de hát most megint csak egy kicsit Ady Endre parafrázisát, hogy mindig örülök az új idők új dalainak, új darabjainak, ráadásul még ha magyar, hiszen ebben a színházban ugye a világnagyságok, gondolok Lloyd Webberre, meg a többiek itt vannak, de olyan jó lenne, ha nem csak egy István a király, meg lenne mondjuk a magyar kultúrának értéke, hanem kellenének, hogy jöjjenek az új magyar szerzők, új magyar darabjai, mert mégiscsak a magyar kultúrát ők képviselik. Csak el kell olvasni ugye a halál előtti napon írt versét, hogy egyedül voltam én sokáig, majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták, bár velük voltam volna én boldogan. Így éltem, és voltam én hiába, megállapíthatom magam, bolondot játszottak velem, és már a halálom is hasztalan. Na most én azért szerettem ezt a darabot is, mert azért azt mutatja, hogy József Attila halála nem volt hasztalan. Egyrészt hát az az életmű, amit nekünk adott, az egy olyan óriási érték. Jó volt olvasnom Arthur Koestlert, aki azt mondta, hogy ő, aki azért ismeri a világirodalmat, ő azt gondolja, hogy a 20. század legnagyobb költője József Attila volt. Tehát nem csak mint magyar, hanem a legnagyobb költő. És akkor az ő sorsán keresztül lehet igazából megérteni, hát ő is az egyik kötetének ezt a címet adja, ugye veszi mástól, hogy pokorra kell annak menni, aki költő géniusz akar lenni. Ugye, mert végül is, ha az ember tényleg végig gondolja, hogy ott van egy csoda gyerek, aki még ráadásul nagyon okos is, és azért bejárja a poklok összes bugyrát. Ugye most kezdve a legfontosabb emberi kapcsolattól, a férfinő kapcsolattól. Hát valljuk be, ugye én nagyon mélyen feldolgoztam az életét, hát ő a nő kapcsolatokban mindig csődöt mond. Tetszett nekem, mert úgy éreztem, hogy olyan keveset olvasnak ma verset, olyan kevesen olvassák József Attilát, és azért akik ide eljöttek, telt ház volt, amikor itt voltam, akkor azért úgy éreztem, hogy na most ezek után azért József Attila újra belopta magát a szívekbe. Tehát amikor most kaptam ezt a telefont, hogy beszélgessünk róla, rögtön ez volt az első gondolatom, hogy tetszett az előadás. Az ember szeretné támogatni a magyar kultúrát, és ha ráadásul ez még József Attila is, aki hát heteroszexuálisan is szívszerelmem, akkor természetesen jöttem örömmel.